Dolgoznak a szabadtéri színpadon a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Munkatársai az utolsó simításokat végzik. Pénteken indul a szabadtéri nyár, este megtartják a szezon első nyári előadását. A szezonnyitásra megújult a Benczúr téri létesítmény, a rekonstrukcióra és karbantartásra 4 millió forintot fordítottak. A szakemberek újjáépítették a színpad két oldalán végigfutó előregedett apácarácsot, a helyére a színpadtól a nézőtérig léckerítés került. Átfestették a két világítás technikai tornyot, és kifestették a szociális blokkok és öltözők falait. Az épület padlózatát új PVC borítással látták el, a tetőre pedig új hullámlemezt raktak. A rekonstrukció részeként az egész színpad is megújult és biztonságossá vált. Tavasszal a szakembereink felmérték a színpad állapotát, azt tapasztalták, hogy helyenként vannak elkorhadtabb vagy kevésbé jó minőségben lévő deszkák a színpadon, ezért 2x1 méteres táblákban több helyen kicserélték teljes egészében azt a részt a színpadnak, majd pedig ami még jó állapotban volt, azt megtartották és az egészet lefestették. Megszépült a rózsakert is, a kertészeti munkák mellett elvégezték a szökőkút karbantartását, amely egész nyáron működik majd. A rózsakert már most várja a vendégeket, de a szezonban a szökőkúthoz zenés programokat is szerveznek. A szabadtéri nyár programsorozatát péntek este előadásával az Everdence Táncszínház nyitja, emellett nyáron színpadra lép Rúzsa Magdia, Magdaléna Rúzsa színházi produkcióval, fellép a Vérszki Ukrán Állami Népi Együttes és a Móricz Zsigmond Színház társulata az Ankónai Szerelmesek című előadással.